Lögdösöd? Nem, mindjárt kezdjük. Lögdösöd? A helyedre szeretnék. Parancsolj. Nem kérdezik. Ez remélem megvolt. Egy könyvet szerettem volna átnyújtani Tarlós Istvánnak, a Helga naplóját, ami a Tormai Cecil közterületi botránnyal összefüggésben azt gondolom, hogy igenis aktuális. Ez a könyv a napokban jelent meg, egy koncentrációs tábort megjárt lány emlékiratairól van szó, és azt gondoltam, hogy ezzel szeretném felhívni a főpolgármester figyelmét, hogy a történelemből tanulni kell, ennek az elmulasztása pedig hiba és bűn. Tarlós István félrelökött engem is, a könyvvel együtt és a kezemet. Történetben annyi igaz, hogy Horváth Csaba erőszakosan és agresszíven megpróbálta elállni az utamat, amikor a helyemre igyekeztem. Ez kétségtelen tény. Ez a múltkor is már tárgyalt előterjesztés tényleg nagy port kavart föl, de sajnos ez a por egy kicsit a ön szemére is ráment. Ezért is van az, hogy rögtön elkezdték a hivatásos rettegők az MSZP vezényletével a cirkuszt és a tiltakozást az írónő ellen, akit annak idején még Nobel-díjra is jelöltek. Most kikérjük az akadémia véleményét, ezt jobb lett volna mindjárt az elején megtenni, illetve az is jobb lett volna, ha egyáltalán nem teszünk ilyen előterjesztést. Ugye a legutóbbi közgyűlésen elhangzott, hogy ezt a kerület kezdeményezte, ha azonban megnézzük a második kerület erről szóló ülésének jegyzőkönyvét, abból viszont az derül ki, hogy a főváros kezdeményezte. Nem tudom, hogy a kerületi határozatban miért fogalmaztak úgy, ahogy fogalmaztak. Azt, ahogy ott fogalmaztak, azt nem tudom megerősíteni. Akkor sem tudom megerősíteni. Annyit tudok, hogy a második kerületnél külső kezdeményező az egyik színházi rendező kezdeményezte a dolgot. Ennél többet nem tudok mondani.